néz ki egy úgynevezett drift versenyautó kívülről és így belülről. Bár hasonlít egy rally autóhoz, még ott az idő és a sebesség, itt a stílus számít, vagyis hogy a kanyarokban minél jobban csúsztassák az autót. Kordonokkal zárták le Eger belvárosát, itt szervezték a különleges versenyt. Most kivételesen nem egy versenypályán, hanem az utcán tartották meg a magyar bajnokság egyik futamát. Ez az első magyarországi belvárosi, és talán Európában az első belvárosi drift verseny, ami közút lezárásával valósult meg. Az elnevezése Eger Drift, és első alkalommal nagyon jól sikerült, már most mondhatom, hogy kifejezetten tetszik mindenkinek a rendezvény. 22 versenyző vett részt a futamon. A versenyzők maguk is csak az utolsó pillanatban tudták meg, hogy a megszokott pálya helyett Eger belvárosában mérik össze tudásukat. Igazából az év elején ez titokban zajlott ennek a megszervezése, úgyhogy nagyjából pár hetet tudtuk meg, hogy valóban egy városi verseny lesz, amire már mindenki nagyon régen vágyott. Úgyhogy igazából ez egy nagyon technikás pálya, annak ellenére, hogy egy kis helyen zajlik, egy nagyon technikás pálya, de úgy érezzük, hogy most már ez is csak végére össze tudtuk rakni, úgyhogy jó verseny. A versenyre sokan mentek ki a jó idő miatt is. Itt Egerben, főleg központi helyen, ahol egész sok ember ki tud jönni, és hát ez a családi programnak pluszba, ez egy jó dolog, én úgy gondolom. Meg is látszik, hál' Istennek jó időnk van, és kedvelik is az emberek az ilyen dolgokat, esnöket, úgyhogy mi is ezért jöttünk ki. Ez volt a magyar bajnokság idei utolsó futama.